Star Wars ködetek széles választéka a szukics.hu webáruházban. 7% extra kedvezmény a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. A nyár folyamán a Jedi Knight széria végigjátszásában eljutottam odáig, hogy végigvittem a Dark Forces 2 Jedi Knight-ot, illetve az ahhoz tartozó kvázi DLC-t, a Jedi Knight Mysteries of the sith et Ezáltal a miről folytatásaként a mai videóban ennek a két játéknak a történetét fogom röviden összefoglalni. Ahhoz, hogy a játék története világos legyen, először át kell szaladnunk néhány előzményen, amit a game nem igazán köt a játékos órára. Kyle Katan gyermekkorában apjával Morgan Katarnal a Sulon bolygó. Nélt, amíg nem csatlakozott a Birodalmi Akadémiához. Később Morgan a helyi ellenállás vezetője lett, és segített a lázadóknak akciókat szervezni a birodalom ellenében. Idővel a helyi lázadóknak el kellett menekülniük a bolygóról, Morgan pedig a Ruszánra vezette őket, ahol számára ekkor még ismeretlen erőérzékenység révén rátalált a Jedik völgyére, mely egy erőnexus pont, tehát nagy hatalom birtokába lehet jutni általa. Ennek történetét később egy kisebb retcon révén kibővítették Darth Bane gondolatbombájára. Ez szerint ezen a bolygó vívták a régi köztársaság korában az utolsó nagy csatát a szitek ellen, amikor is Darth Bane rávette társait, hogy hajtsanak végre egy végzetes rituálét, ez volt a gondolatbomba. A szertartásban bane kívül az összes szit részt vett, akik mind meghaltak, azokkal a Jedikkel együtt, akik megpróbálták megállítani őket. Szellemeik örökre itt ragadtak a völgyben, ezt érzékelt a Morgan Katarn, mikor idehozta a szulóniakat. Morgan ezután visszatért a szulonra, ahol megismerkedett egy egykori Jedivel, Kuránnal, aki szintén a Jedik völgyét kereste. Ennek lokációját Morgan egy adatlemezre mentette el, melyet a házának padlásán rejtegetett. A szuloni lázadást végül egy Jerek nevű inkvizitor verte le, aki megölte Morgant, új központját pedig ezen a bolygón építette fel, a Barons Head nevű városban. A szuloniak lemészárlását a birodalmiak a lázadókra fogták, Kyle pedig emiatt sokáig neheztelt rájuk, mi későbbi társától, Jen Orstól meg nem tudta az igazat, ezután pedig nem fogadott el birodalmi megbízatás Zsoldosként. Az uralkodó halála után egy évvel Jerek nyomozni kezdett a Jedik völgye után, célja hamarabbi elérése érdekében pedig felállított egy sötét Jedikből álló alakulatot. Nyomozásuk során végül elfogták Kuránt, akinek elméjéből Jerek kiolvasta a Jedik völgyének pontos helyét, illetve azt, hogy hol rejtőzik a titkot őrző adatlemez. A játék története ezen a ponton veszi a fonalat, az eddigi események részleteiben pedig a Dark Forces három részes kisregény sorozatból ismerhetők meg, melynek hangos könyv változata a Youtube-on is megtalálható, angolul tudók előnyben. A linket megtaláltok hozzá a leírásban. Kyle Katarnan Arsadán találkozik egy AT-88 nevű informátor droiddal, aki gyerek parancsára megszerezte Morgan adatlemezét, ám a rajta lévő kódolást nem tudja feloldani. Ennek érdekében fordult Kylehoz, aki pedig azért kereste fel a droidot, mert azt remélte, elárulja neki, ki volt apja gyilkosa. A droid ki is adja neki megbízója gyerek nevét és kilétét, amivel Kyle nem hajlandó feloldani az adatlemezt, parancsba adja privékjeinek, hogy öljék meg a férfit. Kyle kiverekedi magát a szituációból, és AT 88 után siet, majd megszerzi az adatlemezt. Annak beolvasásához viszont előbb haza kell mennie apja egykori otthonába a Sulonra, hogy VG egykori saját droidja révén hozzájusson a rajta lévő információkhoz. Útközben egy látomás kerítő hatalmába, melyben Kurán szelleme beszél neki a Jedik völgyéről és arról, neki is jedi kell válnia, hogy megakadályozhassa, hogy gyerek megszerezze a Ruszánon rejlő hatalmat. A Suronon Kyle átverekedi magát AT-88 emberein, akik még mindig megszállás alatt tartják egykori otthonát, és egyébként Wookie számszeri a lövöldöző szürke ruhás buckalakók valamilyen okból kifolyólag. Végül VG segítségével feloldja az adatlemezt, melyen apja üzenetét találja, aki ráhagyományozza Kurán egykori fénykardját, illetve elmondja, a Jedik völgyébe vezető térképet a házuk kőből készült tetejébe véste, amit viszont addigra a sötét Jedik már elvittek. Ezáltal kyle más módot kell találnia, hogy eljusson a völgyébe. Így hát Barons Head városába, Jerek tornyához indul, ahol éppen azon kapta AT-AT-et, amint átküldi Jereknek a megfejtett térképet. A droidnak sikerül elmenekülnie Kyle elől, miután az egyik sötét Jedi, Yoon feltartóztatja őt. Katon legyőzi a fiút, de megkíméli életét, Jen társaságában pedig Jerek szállítóhajójára, a Sulan Starra követik AT-AT-et. A hajón Kyle legyőz két újabb sötét Jedi-piket és Gorgot, majd megszerzi a droid fejét, amelyből ki tudják olvasni a Ruszán pontos helyzetét. A Ruszánra érve John egy erdős részén tette le a gépét, Kyle pedig a Sulan Star felé lopózott, ám hamarosan gyerek egy újabb sötét jedi ével találta szembe magát. Miután legyőzte a férfit, az elmeséli neki apja halálának történetét, mire Katarn haragjában megöli őt. Éppen ekkor fut be gyerek maradék három társával, Szerezzel, Bokkal és Junnal, illetve Jennel, akit fogságba ejtettek. Jarek megpróbálja kihasználni Katarn pillanatnyi elborulását, hogy a sötét oldalra állítsa őt, ám a férfi ellenáll neki, mire az Inquisitor az erővel lefegyverzi és a Sulan sztára löki őt, egyúttal kritikusan megsebesítve a hajót, amely zuhanni kezd. Kyle ugyan megúszza a hajó megsemmisülését, de súlyosan megsérül, szerez pedig kis hián megöli őt, míg Jung közben nem lép. A fiú ezzel próbálta meghálálni, hogy Kyle korábban megkímélte az életét, egy esélyt szeretett volna adni neki, hogy megvívhasson Szeresszel. A nő reflexből ellentámadást indít és megöli Junt, Kyle pedig magához veszi elesett védelmezője fénykardját, és azzal vív meg vele. A Jedik völgyébe érkezve Kyle Jerek utolsó szolgáját, Bokot is legyőzi, kiszabadítja Jent, majd maga az Inquisitor következik. A férfi meg is kezdő rituálét, amelynek révén magából az itt csapdába ejtett Jedik erejét, ám Kai megakadályozza ebben, és fegyverét visszaadva a legyőzött férfinak végül lesújt rá. Katarn ezután szabaddá teszi az itt raboskodó Jedik szellemeit, akik ezáltal végre egyesülhetnek az erővel több mint ezer év után. Ahogy a videó elején említettem, a játékhoz tartozik egy kvázi DLC is, a Mysteries of the Sith, melynek fő története ugyan nem olyan lényeges, befejezése viszont összeköti a Dark Forces 2-t a Jedi Outcast-tel. A történet néhány évvel később veszi a fonalat, ekkor Kyle már Mara Jade-et, későbbi feleségét tanítgatja az erőben. Egy küldetés során tudomást szerez a szitek ősi világáról, a Dromund Kászról, és egyedül elindul, hogy felkutassa, mi szüksége lehet rá a birodalmi maradványoknak. Ezután Mara Jade felett vesszük át az irányítást, és különböző, egymással elég laza összefüggésben lévő küldetéseket hajtunk végre az új köztársaság számára, még végül Kyle távol léte miatt Mara úgy dönt, utána megy. Az itteni sötét templom belsejében találja meg tanítóját, aki a bolygó hatására a sötét oldal felé fordult. A két Jedi megvív egymással, és Katon csak nem megöli Marajidet, ám ekkor rájön, mekkora hibát követett el, és újra önmagává változik. Ez a tapasztalat viszont olyan mély nyomot hagy benne, hogy úgy dönt, elvágja magát az erőtől, és visszatér Jen mellé, újra zsoldos megbízásokat végrehajtva. Ez hát a Dark Forces 2 Jedi Knight, illetve a Mysteries of the Sith története, mely már egyenesen belevezet bennünket a Jedi Knight 2 Jedi Outcastbe, amit már elkezdtem múlt hét pénteken a csatornán, és az elkövetkezendő hetekben várhatóan péntekenként este 8 órától fogom élőben végigjátszani ezt a játékot, szóval ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem ezekben az időpontokban. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett nyomjatok egy lájkot, like vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg. Ezen felül kövessetek Facebookon, Instán és TikTokon, illetve csatlakozatok a csatorna Discord szerveréhez, hogy nem maradjatok le semmilyen érdekes újdonságról. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, a szuperköszönettel, illetve a csatornatagság funkcióval csupán havi 400 forintért ezt is megteltitek. Sziasztok! Az erő legyen veletek!